1900-as évek elején épült műemlék jellegű, impozáns épülete városunk központjában helyezkedik el. A következő híranyagunkban betekintést láthatnak a Táncsics 17-es számú óvodába zajló szakmai munkába. Szeretetteljes, érzelemgazdag, családias légkörben biztonságérzetet kialakítva fejlesztik a gyermekek teljes személyiségét. A vegyes életkorú csoportok szervezésével azt az igényüket is ki tudjuk elégíteni a szülőknek, hogy a testvérpárok, rokonok, barátok egy csoportba kerüljenek. A hosszú téli szünet után a gyerekeknek már nagyon hiányoztak a kisfajtások, és nagy örömmel érkeztek januárban, az új évben az óvodában. Természetesen a kisebbektől ugye volt néhány pityergés is, de ez egy-két napig tartott, úgyhogy újra birtokba vették a gyerekek a csoportszobáinkat. Nagyon-nagyon nagy örömmel jönnek már nap mint nap. Elkezdődtek az iskolára való felkészítések a nagycsoportosoknál még fokozottabban. Természetesen ugye egész évben foglalkozunk a gyerekekkel, de most ugye most már még célirányosabban a képességfejlesztéseket elkezdtük, illetve a kéthetes projektjeink, ugye, amik egész év során folyamatosan megvalósulnak. Most éppen az új év kezdetének témája kapcsán az évkört ismerik meg a gyermekek, az idővel foglalkozunk, az órával, és nagyon-nagyon sok ismeretük van már a gyerekeknek, nagyon élvezik ezeket a tevékenységeket, minden témát ugye változatos játékos tevékenységeken keresztül ismertetünk meg a gyerekekkel, és ebbe csempészünk bele, differenciálva a korcsoportoknak megfelelő fejlesztéseket is. Igen, hiszen itt azért vegyes csoportok vannak, láthattuk mi is, hogy vannak még, akik éppen most kezdték, meg vannak tényleg nagyobbak is, de én azt láttam, hogy nagyon segítik a kicsiket a nagyobbak. Igen, a vegyes csoportnak egyik előnye, nagy előnye, hogy a kisebbeknek a szocializációs folyamat könnyebb, hiszen a nagyobb gyerekek által sok segítséget kapnak, támogatást, odafigyelést, sokat tudnak tanulni a nagyobbaktól. Hát az meg még szerencsésebb helyzet, ha nagyobb testvér, ismerős, barát vagy szomszéd van a csoportban a kicsikkel. És hát gondolom, hogy azért nem olyan nagyszabásúak lesznek majd a kis farsangi mulatságok, hanem csak csoportszintűek, de azért fontos, hogy ezeket a szokásokat megtanulják, meggyakorolják is. Igen, természetesen minden rendezvényünket ugyanúgy megvalósítottunk, és meg is fogunk valósítani ebben a nevelési évben a szülők részvétele nélkül, hiszen ugye a járványügyi helyzet miatt nagyon fontos, hogy védjük és óvjuk a gyerekeket, illetve az óvoda dolgozóit és a családokat. Igyekszünk minden rendezvényünket élményszerűen a gyerekeknek megvalósítani, és mindezekről a szülőket tájékoztatjuk. Minden csoportnak van egy belső Facebook oldala, és ezeken fotók, videófelvételeken keresztül a szülők bepillantást nyerhetnek az óvoda életébe. Tulajdonképpen részesei a gyermeküknek a mindennapjainak is. Így van, természetesen. Helyi nevelési programjuk a Lépésről Lépésre óvodafejlesztő program adaptációja. Szeretetteljes, biztonságos, az egyéni különbségeket toleráló légkörben, megfelelő korlátok mellett biztosítják, hogy minden gyermek a saját ütemében fejlődhessen.